Országos szinten mintegy 7000-en pályáztak a fejenkénti 12 millió forintnyi Európai Uniós támogatásra. A 3000 nyertes egyharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pályázó, akik várhatóan még az idei évben megkapják a támogatási összeg 90%-át. Azt követően január 1-től kezdődik meg az 5 éves működtetési időszak. Most jön a nehéz a megvalósítási időszaka, ami most azzal kezdődik, hogy október 21-ig be kell adni a kifizetési kérelmeket a 40 ezer eurós elnyert támogatásra, ami most azzal kezdődik, hogy egyéni vállalkozó igazolványokat kell váltani mezőgazdasági termelő tevékenységre. A fiatal gazdák számára a megvalósítási időszakban többnyire a jogszabályi kötelezettségek betartása jelent nagyobb problémát, tette hozzá az ügyvezető. Amennyiben a nyertesek nem felelnek meg a követelményeknek, a támogatási összegek részleges vagy teljes visszafizetésével szankcionálják a fiatal gazdákat. Kovács Lajos, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltségének vezetője kérdésünkre elmondta, az idei évben több szabálytalanságot tapasztaltak a nyertes pályázók anyagaiban, amik hatósági eljárást vonnak maguk után. Voltak olyan pályázók, akik nem valós dokumentumokkal igazolták a szakképesítésüket. Az intézetek, oktatási intézeteket az MVH megkereste, jogsegélyszolgált keretében 174 pályázó esetében igazolódott az be, hogy valótlan dokumentumokkal akarta a végzettséget igazolni. Ez volt az egyik komoly problémában az évben. A másik pedig ugye a mesterséges körülmények megteremtésének feltételei, amikor egy és ugyanazon lakcímre állandó tartózkodási helyként három vagy több pályázó jelölt meg olyan lakcímet, amivel kedvezőbb pontozást érhetett el a pályázat bírálatánál. A kirendeltségvezető hozzátette, a csaláson kapott nyertesek támogatásait nem fizetik ki, azokat várhatóan az alacsonyabb pontszámmal pályázók között osztják majd szét.